Egyéb forrásokat is keres a kormány a magyar emberek egészségének védelmében az EU-s vakcina beszerzéseken túl, hangzott el az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. Az aktuális járványügyi adatokkal kapcsolatban Müller Cecília elmondta, hogy mára 1926 fővel emelkedett a fertőzöttek száma, és elhunyt 118 beteg. Folyamatosan zajlik a védőoltások beadása, illetve a hétvégén folytatódik az oltás a 100 főnél nagyobb létszámú idős otthonokban is. Míg Európában több helyen ismét nőtt a fertőzések száma, Magyarországon a második hullám csúcsát már korábban elértük, de a védelmi intézkedéseket továbbra is megtartjuk, közölte Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos hozzátette, hogy rövid idő alatt sokak számára kell elérhetővé tenni a vakcinát, de szerinte az EU-ból egyelőre kevés érkezik. A magyar emberek életének és egészségének védelme érdekében az Európai Uniós vakcina beszerzéseken túl egyéb forrásokat, beszerzési forrásokat is vizsgál, keres a magyar kormány. Ezzel Szijjártó Péter külügyminiszter urat bízta meg a felkutatással, tehát minden forrást, ami biztonságos, hatékony vakcina forrást jelenthet Magyarország számára, felkutatunk és beszerzünk. Továbbra is ellenőrzik a járványügyi szabályok betartását. Szerdán a maszkviselés kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 197 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök. Az üzletekben is ellenőrizik a maszkviselési kötelezettséget, illetve az üzletek korlátozott nyitvatartására vonatkozó rendelkezések betartását. Emellett a kereskedelmi üzletekre, a vendéglátóhelyekre, szórakozóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozó intézkedések megszegése ügyében ezidáig 702 rendőri intézkedést végeztünk. A sajtótájékoztatón azt is közölték, hogy Magyarország államhatárán zökkenőmentesen lehet ki- és behaladni. A belépő oldalon kisebb határvárakozási idővel kell számolni a teherforgalomban, a Csanádpalotai és Röszkei autópálya átkelőnél.